Az új Sandbox sorozat első részében a súlyosan veszélyeztetett keskeny szájú orrszarvúnak készül egy csodálatos kifutó, kreatív, illetve külső térrel és részletgazdag, csodálatos belső térrel. Egyébként ezt a fajta legutóbbi sivatagi DLC-vel kaptuk a játékba. Hello, hello, sziasztok! Én az Zoo-direktor vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornámon, és üdvözlök mindenkit a Karu Park Zoo-ban. Ez az új sandbox sorozatunk, aminek ez az első része, és ugye már az előzetesből is hallottátok, illetve hát ezért is kattintottatok erre a videóra, hogy megnézzétek, hogy a keskeny szájú orrszarvú milyen kifutót fog kapni. Na most a Karu Park Zoo egyébként a Karu Nemzeti Parkról kapta a nevét, ami Dél-Afrikában található nemzeti park, és ők nagyon-nagyon sokat tesznek a veszélyeztetett fajok megóvásáért, úgyhogy innen kapta a nevét, ez egy létező hely Karu. Ez az állatkert egy igazán modern állatkert lesz majd, és igyekszek inkább afrikai szavannákon vagy a sivatagokban élő fajokat bemutatni majd. Aztán attól függően, hogy mi lesz a következő DLC, lehet, hogy felrugom majd ezt a szabályt, a saját szabályomat, és majd máshonnan is érkeznek ide állatok. Meglátjuk, igyekszek egyébként maradni az afrikai állatoknál, hogy a helyi klímát szokják, ne kelljen fűtés, ilyesmi. Továbbra is egyébként igyekszem úgy készíteni ezeket a kifutókat, hogy akár egy franchise állatkertben is megállják a helyüket, tehát nem kapcsoltam ki teljesen az összes ilyen funkciót itt Sandboxban, hogy ne kelljen figyelni az állatokra, a növényeket is igyekszem úgy használni, hogy arról a területről származzanak, ahol az adott állat él, így lehet, hogy némi módosítás, de tulajdonképpen egy franchise állatkertben is működni fognak azok a kifutók, amik majd ide fognak kerülni. Azt láthatjátok a videóban, hogy elég üres még az állatkert, tényleg ez a legeslegelső kifutó, úgyhogy egyedül egyébként a bejárat készült el, azt is meg fogom mutatni majd, hogy készült. Megmondom őszintén, hogy ez egy másik állatkerthez készült, amit elkezdtem, és aztán nem fejeztem be, és viszont annyira jól sikerült, hogy átoztam ide, egyszerűen a feliratot megváltoztattam rajta, úgyhogy ez lett a bejárat, meg fogom majd ezt is mutatni nektek. Most éppen azt láthattátok, a legújabb dolgot, amit szoktam csinálni, az, hogy új fákat készítek, és két fát össze, vagy akár hármat is össze olvasztok egy fává, és egyébként így még inkább diverzé lehet tenni a növényeket, és tényleg úgy tűnik, mintha egy teljesen új fa lenne. Nem minden fával lehet megtenni, ugye leginkább azokkal, amelynek nincsen ilyen nagy gyökere, hanem csak így nem tudom, így ott gyakorlatilag a talaj tetején végződnek. Ugye van, amik nagy gyökerei vannak, azok egyébként tök jól működnek egy ilyen vízparton, ahol nem baj, ha látszik a gyökerük, de összeolvasztani azokat viszont egyáltalán nem lehet. Úgyhogy igyekeztem a kifutót nagyon realisztikussá csinálni, tehát ugye ezek növényelvi állatokról lévén szó, mindent letaposnak és ledarálnak és megesznek, ami a kifutójukban van, úgyhogy igazából ilyen félig száradó fű tudott maradni olyan helyeken, ahova esetleg kevésbé tudnak elérni az orrszarvúk, ugye ilyen köves, kavicsos, sziklás részeken, de lesznek kifejezetten elkerítve olyan részek, ahol majd, ahol növényeket tudok telepíteni ahhoz, hogy ne érjék el az állatok, és ugye így ne tegyék ezeket tönkre. Fog majd egyébként az állatkertbe készülni, most azt láthatjátok, hogy ilyen, tényleg csak a funkció miatt vannak ilyen épületek, de fog készülni egy ilyen nagy gondozói állomás, egy ilyen nagy alkalmazotti komplexum, ahol állatkórház és minden lesz, ezt is meg fogom majd mutatni, sőt egy külön részben fogom megmutatni, egy külön rész fog ennek készülni. Általában egyébként valamiért ezt a youtuberek nem szokták megmutatni, mert nagyon kevés, hogy ezek a... Lehet, hogy sokak számára unalmas kis épületek hogyan készülnek. Számomra egyébként nem csak a kifutók, hanem azok a gondozói állomások, illetve ezek az alkalmazottaknak készült ilyen épületkomplexumok is érdekesek, és én ezeket is szeretem építeni. Úgyhogy az egyik részben ezt is meg fogom majd nektek mutatni. Tényleg az egész állatkertet áthatja majd a modernitás, az egyszerű letisztult vonalak, sok beton lesz, de igyekszem, mint ahogy mindig is, és megszokhattátok tőlem, nagyon igyekszem majd arra fókuszálni, hogy az állatok jólétére és ahhoz, hogy nagyon természetes környezetben legyenek. Én nem szeretem azt, amikor egy állatkert úgy modern, hogy a kifutó is gyakorlatilag beton és szögletes, tehát hogy ezeket a
az igazi városi állatkerteket, vagy amiket ilyen modern városállatkerteket én nem nagyon szeretem. Úgyhogy, hát amit láthatjátok, a kifutót a látogatóktól egy ilyen száraz árok választja el, aminek ilyen sziklák vannak a szélén. Ez egy ilyen bevett szokás az állatkertekben. Tényleg nem tudnak lejönni róla egyébként az orszadók, de elefántok sem, és zsiráfok sem. Nem régen voltunk a prágai állatkertben, és nagyon meglepett például, hogy ott az elefántokat gyakorlatilag egy ilyen nem is túl mély száraz árok választotta el a látogatóktól, és az árok szélére fatörzsek voltak téve, tehát hogy furcsa volt valahogy, vagy nem tudom, úgy éreztem, hogy nagyon érdekes, hogy nem tudják átlépni, és csak egyszerűen kirontani onnan. Nem is akartak egyébként, csodálatos helyük van, ha nem jártatok még a prágai állatkertben, mindenképpen nézzétek meg. Hatalmas az állatkert, nagyon nagy magasságba lehet felmászni, fizikálisan magasra, egy jó 6-7 órás túra és séta, de megéri, csodálatos. Szóval visszatérve arra, amit építünk, szerettem volna, hogyha van egy ilyen kicsit természetes vízes terület, azt látjátok, hogy éppen elkészül, és akkor így úgy gondoltam, hogy ezt a sárfürdőt, ezt a kis mocsarat, ezt így köré tudom majd tenni, hogy ez egy ilyen unaloműző dolog nekik, és ugye már látszik, hogy használják, és nagyon szeretik egyébként, és nagyon sokat használják, és közben még egy bébi orszadunk is született. Egyébként a kifutó két oldalára ilyen farönköket tettem, ugye azt gyakran használják az orszarvúaknál, hogy ne, hogy letörjön a tülkük, hogy ne tudják megsérteni, és ilyen jó vastag rönköket, és akkor azon nem tudnak átmenni, viszont nem tudják megsérteni a tülküket. Azt a belső térben is fogom egyébként az átjáróknál használni. Illetve a kifutó hátuljára azt loptam, nem sok blueprintet használtam egyébként fel az állatkereszt, mert be kell valami, egy pár kifutó elkészült, szóval nem sokat használtam fel, de ezt sokat használom, ez a nem tudom, ismeritek-e, egy most lehet, hogy rosszat fogok mondani, aztán, hogy lengyel youtuber, Cesar Creates a YouTube csatornájának a neve, és ő készítette egyébként ezt, méghozzá a Twilight pakkal, ez az alkonyat pakkal, ami érkezett én azt hiszem, hogy ezek gyakorlatilag a cseppkövek, amik a barlangba érkeztek, és ezeket ő valahogy úgy összerakosgatta egy ilyen hihetetlen sziszifuszi munkával, hogy egy ilyen nagyon jó ilyen szikla háttér lett belőle, és nagyon jól meg van színezve. Itt-ott néhol átszíneztem egyébként, illetve ezeket a faágakat is ő csinálta. Van egy ilyen szuper pakja, amit le lehet tölteni a Steam Workshopjából. Ajánlom nektek, hogy töltsétek le, és tényleg azt hiszem, hogy Habitat Essential a neve. Hogy Habitat Essentials, valami ilyesmi, és tényleg nagyon-nagyon szuper arra, hogy ilyen természetesebbé tegye a kifutót. Itt azt láthatjátok most, hogy a belső téren dolgozom, és rengeteg inspirációs képet néztem, hogy hogyan is néznek ki ezek a belső terek. Nagyon nehéz egyébként ilyet találni, ezzel mindig nagyon nagy bajban vagyok. De minden esetre egy ilyen tolóajtó szerkezetet próbálok összerakni, ami egyébként egészen jól sikerült a végén, hogy belül ugye lehet kibeengedni az állatokat, be lehet hozzájuk menni, lehet zárni őket egymástól. Ugye az nagyon fontos, hogy el lehessen szeparálni az állatokat, hogyha akár borjadzáson, vagy bármi gond, vagy beteg valamelyik állat, vagy agresszíven viselkedik, hogy le lehessen zárni, úgyhogy erre figyeltem, hogy legyen egy olyan rész, ahol leválaszthatóak az állatok. Ugye tolóajtó készül, ami egyébként, hát ugye kár, hogy nem lehet így együtt másolgatni ezeket, de egyébként tök jól működik, tehát egy külön építési csoportban van, tehát kiben nyitogatható egyébként, és nagyon szuper működik. A végén láthatjátok majd a végeredményt, és szerintem nagyon jó, és nagyon élethű lett, és nagyon, nagyon jól működik. Beszéljünk egy kicsit az új DLC-ről, ami hát most talán nem napokon, de hogy így tényleg egy héten belül érkezik, és nagyon izgalmas, mert hogy fogalmam sincs, hogy mi lesz. Ugye ha most te később nézed ezt a videót, hát akkor már ez kevésbé érdekes topik, mert hát pontosan tudjuk, hogy tudod, hogy miért a következő DLC, de most még ebben a pillanatban mi nem tudjuk. Ugye nagyon sokan valamilyen sziget DLC-re tippelnek, és ugye ma volt ez a livestream, amiben megnézhettük, hogy koktélokat, illetve ezeket moktéloknak hívják, ugye alkoholmentes koktélokat készítettek, és 5 ilyen koktélt, és mi azt gondolom, hogy ez az 5 reprezentálja az 5 állat, amit fogunk kapni. Na most, hát
Őszintén, igazából túl sok ötletem nem volt, tehát hogy azt nem tudom, máskor olyan jókat szoktak, sőt, még szoktak mutatni kifejezetten egy állatot, vagy el szoktak lőni legalább egyet, de most ez nem történt meg. Én ezért azt gondolom, hogy azért egy tasmán ördög talán, ami érkezik, egy ilyen, van ez a kis pingvin, ez angolul kék pingvinnek hívják, és egy ilyen kék italt is készítettek. Egyébként tényleg egy ilyen gyönyörű kék színű pingvin. Tulajdonképpen én szeretem az afrikai pingvineket, és egyébként jó fejek, mindenhol fel tudnak mászni, jönnek, mennek, rengeteg látogatót vonzanak, és franchise módban iszonyatos a pénz, nagy pénzt lehet velük keresni egyébként, mert imádják őket a látogatók, főleg, hogyha van egy ilyen víz alatti betekintő is, valamiért ott rengeteg pénzt hagynak. Szóval, hogy egy ilyen kis pingvin, és hát én szerintem ugye ebbe a bejárható nagy méretű kifutóba, hogy a denevéreink is vannak, meg a pillangók, én talán azt gondolom, hogy kolibrit lehet, hogy fogunk kapni, de majd meglátjuk, nem tudom. Most megmondom őszintén, hogy nagyon tanástalan vagyok ezzel kapcsolatban, de hát szerintem napokon belül ki fog derülni, és akkor meglátjuk, mindenképpen lesz egy videó erről, illetve azokra az új funkciókra, amik érkeznek, viszont most érdekes, ez nem szokott ilyen lenni, de most az új funkcióból kaptunk egyébként egy párat, mármint egy ilyen kis betekintést. Az egyik az ugye a lengedezés, méghozzá az orangutánok is fognak tudni lengedezni az 1.15-ös update-ot követően, ami már nagyon időszerű volt, tehát hogy az nagyon furcsa, hogy ezek eddig nem tudtak. Én megmondom őszintén, én azt gondoltam volna, hogy ez egy ilyen, tehát nem kell neki egy nagy update-nek lennie, ennek ilyen kvázi természetesen kellett volna jönnie, hogy a sziamangok után ezek is tudjanak lengedezni, mindegy, tudnak lengedezni, ami viszont a csodálatos és nagyon jó, viszont fogalmam nincs, hogy hogyan lesz majd ez megoldva, hogy ez működőképes legyen, én ezt valahogy még nem látom. Ez pedig, hát nem is tudom, hogy hívják gyakorlatilag ezek az üvegkupola, ami mostában nagyon népszerű az állatkertekben. Ha általában gyerekeknek csinálják egyébként, hogy be lehet mászni, az üvegkupola az valahol a szélén vagy a közepén van akár, vagy egyébként az oldalán a kifutónak, és általában egyébként valahogy így be kell menni egy picit a kifutó alá, és akkor ott fel lehet jönni, és tulajdonképpen az a dommal így az állatnak a kifutójának a közepére kerül az ember, vagy legalábbis a gyerekek szoktak. Egy ilyen kupolát, vagy dómot fogunk kapni. El nem tudom képzelni, hogy ez hogy fog működni. De majd meglátjuk, nagyon kíváncsi leszek. Erről is lesz videó, hogy az 1.15-ös update-tel végül is mit kaptunk, és ezek hogyan működnek, és hogyan lehet beállítani őket, úgyhogy figyeljétek majd. Egyébként, hogyha nem vagytok feliratkozva a csatornára, akkor most kérnélek meg, hogy légy szíves, tegyétek meg. Nektek csak egy kattintás, nekem nagyon sokat jelent, úgyhogy tegyétek meg, hogy feliratkoztok, és ne felejtsétek el azt a kis csengőt is megnyomni, és akkor fogtok értesítést kapni arról, hogyha egy új videó töltődik fel. Ugye most hosszabb kihagyás után ez az első igazi videó gyakorlatilag, ahol építés zajlik, és egy kifutót építek, és ugyanúgy, hogy az előző videóban most is csak azt tudom elmondani, hogy nem tudok ígérni semmiféle rendszerességet. Én tudom, hogy ezt a YouTube nem szereti, és így kevésbé fogja jágatni a videóimat. Hát most akkor ez van, az élet néha közbe szól, tehát sajnos nem tudok ígérni semmit. Azt tudom megígérni, hogy inkább minőségre, mint mennyiségre fogok menni a csatornában. Ez eddig is így volt, most különösen így lesz. Tehát szép, realisztikus kifutókat fogok nektek hozni, de valószínűleg nem minden héten és nem rengeteget. Akkor, amikor azt úgy érzem, hogy szükségem van egy kis kreativitásra, vagy a kreativitásom kiélésére, akkor fogok nektek készíteni ilyen videókat, úgyhogy erre lehet számítani. És természetesen, ha lesz DLC, hogyha lesz bármi fontos info, akkor mindenképpen fogok jelentkezni. Nos, az építés, hogyha nézzük, ugye ezt a belső teret csinálom, ezt az állatházat, ezen mindig nagyon bajban vagyok egyébként, hogy ez realisztikus legyen. Nézem a többi YouTubert, és olyan gyönyörűeket csinálnak, és egyszerűen olyat csinálnak, mintha tényleg az egy épület lenne, és mindig azt szoktam nézni, hogy mitől érzem úgy, hogy az olyan, mint egy épület. Nem egy valódi épület, én még nem tudtam pontosan rájönni, úgyhogy igyekszem realisztikusakat csinálni, hát sikerül, ahogy sikerül. Ezeket a tetőablakokat készítettem, ugye sajnos nincsen a játékban ilyen elkészített tetőablak, úgyhogy ezeket mindig magunknak kell készíteni, akik ilyenekre vetemedik. Hát nem egy nagyon egyszerű feladat, főleg nem beállítani őket.
De hát ez a játéknak a szépsége, hogy néha meg kell oldanunk olyan elemekkel dolgokat, amik nem arra valók, amire eredetileg szánták őket a játékkészítők. Azt gondoltam egyébként, hogy a realizmus az nagyon sokat ad hozzá, és ezt vettem észre az ilyen épületeknél, hogy egy kicsit ilyen építés szemmel kell nézni, tehát hogy egy tető az csak így nem áll meg önmagában, ilyen kis vékony lécektől, ami az alján van, tehát muszáj valamilyen gerenda szerkezetet építeni, hogy ez tényleg hihetően aztán megálljon. Úgyhogy most ezt próbálom itt csinálni, ezt láthatjátok a videón, hogy egy ilyen kis valami gerenda szerkezetet. Ugye nagyon fontos a realizmushoz, ami ad, az a szellőzés, illetve a világítás, ami hát meg kell, hogy mondjam, nem egy túl érdekes dolog csinálni, és kifejezetten unalmas egyébként ezt a részét csinálni. De hát nagyon sokat egyébként, ha megnézitek a végén, ahogy elkészült, iszonyú sokat ad hozzá. Tehát tényleg olyan, vagy most legalábbis én ezt gondolom, de írjátok meg kommentben, hogyha ti másként gondoljátok, meg azt is, hogyha így gondoljátok, hogy tényleg egy nagyon szuper, nagyon realisztikus kifutó sikerült a végére. Sajnos nem vagyok egy gyors építő, akármennyire is, akár hisztek, vagy nem, fel van gyorsítva a felvétel, szóval, hogy nagyon lassan készülnek, tehát, hogy nem tudok nagyon gyorsan építeni, valahogy megfontoltan és lassan dolgozom, így is élek, tehát valahogy nem megy nekem ez a egy nap alatt, vagy pár óra alatt kifutót építünk. Ez nagyon, nagyon hosszú idő, tehát ez a kifutó legalább egy, hát azt hiszem, amikor a videókat felraktam, ez egy 9 órányi hosszú videó volt töményen, és még így is volt, megmondom őszintén részem, elfelejtettem bekapcsolni a rögzítést, úgyhogy ha úgy érzitek, hogy átugrottunk ezt, hát az mondjuk ezért van. Illetve megmondom őszintén, hogy ezt most, mert ezt a sorozatot úgy terveztem, hogy az eddigi építéseim azokból nagyon sokat tudtak tanulni a kezdők. Tehát, hogyha most te nézed a videót és te kezdő vagy, érdemes visszanézni azokat az építéseket, mert azok nagyon hosszúak, nagyon részletesek, talán még akár az unalomig részletesek és hosszúak. Itt a Karu Park Zoo-ban nem lesz ez így. Most ezt a videót is igyekeztem ilyen 20 pár percesre tartani, vagy azon tartani, maximum ilyen 30 perces videók lesznek, mert az, hogy köveket rakok le újra meg újra, hogy nem tudom, épület elemeket rakok egymásra, meg tetőszerkezetet, ilyet már rengeteget láttatok, és nem akarnak tényleg untatni titeket ezzel, úgyhogy igyekszem a folyamatot megmutatni, illetve az érdekes részeket, illetve valami olyat készítek, ami valami olyan elemekből van összerakva, amik nem ellettek számba, vagy valami újdonságot készítek, azt hagytam benne egyébként a videóban, és azt igyekszem megmutatni. Most például itt a csatorna felrakására, hogy minden egyes elemet, minden oldalra is, és mindenhova, ezt szerintem, ezt már ismeritek, ezt már tudjátok. Mondom, aki esetleg nem, és aki teljesen új a játékban, azt egyébként üdvözlöm a csatornán, kérek iratkozz fel, de hogy feltétlen nézzem meg egyrészt a tutoriát, ami a kezdőknek szól, másrészt pedig a régebbi építéseket, amik sokkal hosszabbak és részletesebbek voltak. Úgyhogy ennyi gyakorlatilag a jövőre tervekről. Visszatérve itt az építésre egyébként, nagyon fontosnak találtam most, és igyekeztem magamat rávenni arra, hogy a környezetet is mindig szépen csinálja meg, ugyanis óriási nagy hibám, hogy sokszor nem fejezem be a környezetet, a kis rácsokat, a növényeket körbe, tehát megvan az épület, megvan a kifutó, és akkor tovább megyek a következőre, és most eldöntöttem, hogy ennél az állatkertnél ez nem lesz így, mert mindig ettől tűnik félkésznek egyébként egy állatkert, én már észrevettem, hogy egyszerűen nem fejezem be, úgyhogy most az a szabály, amit saját magamnak állítottam fel, hogyha elkészítek egy kifutót, akkor annak az állatház része van, az is legyen teljesen kész, illetve körbe, ami körbeveszi sétáló út, vagy bármi épület hozzátartozik, akár egyébként büfék, vagy kioszkok, bármi, annak is kész kell, hogy legyen. Úgyhogy ez az én szabályom most erre az állatkertre, mert tényleg azt szeretném, hogy ez egy ilyen szép befejezett, szuper kis állatkert legyen nektek, úgyhogy lassan egyébként vége is van a videónak, úgyhogy én el is köszönök. Ez most már itt a
bemutató, hogy milyen is az elkészült kifutó. Szerintem gyönyörű lett kívül belül, én nagyon elégedett vagyok vele, remélem, hogy te is. Ha tetszett a videó, kérlek szépen iratkozz fel a csatornára, hogyha még nem tetted ezt meg. Nézzétek vissza a régebbi videókat, az, aki új a csatornán és még nem látta ezeket a tutoriálokat, illetve fogok jelentkezni akkor, most ezt a sorozatot fogok dolgozni, úgyhogy most ez a Sandbox sorozat lesz. Itt csak a kreativitás szabhatárt, ugye se a pénzzel és se a zöld kredittel nem kell foglalkoznunk, úgyhogy lájkot azért mindenképpen nyomjál, ha már fel is vagy iratkozva, és találkozunk akkor a következő videóban, és addig is vigyáztok magatokra, és szép estét nektek, sziasztok!